Nem sikerült jól az őszi idény a nyíregyházi KC számára. A férfi kézilabdások mindössze 6 pontot szereztek, a klub vezetése pedig értékelve az idényt, változások mellett döntött. A szakmai stábban Bécsi János vezetőedző távozott, Kaplonyi Zoltán pedig érkezett. A cél egyértelmű, jobb eredményeket szeretnének elérni az őszinél, ami nem lesz egyszerű, mivel a közvetlen riválisok ellen idegenben játszik az NKC, ezért is lenne fontos a jó rajt. Az ötödik helytől én azt gondolom a 12. helyig egy nagyon kiegyenlített a mezőnnyel állunk szembe. Ugye az első 4 csapat az kiemelkedik egy kicsit a többiek közül, úgyhogy ha nem is sorsdöntő, de mindenképpen lényeges, hiszen ez a 7 csapat azért, ahogy mondtam is, egy ilyen kiegyenlített, azt gondolom a napi forma fog dönteni ezeken a mérkőzéseken. Ami miatt mi nagyon nehéz helyzetben vagyunk, hogy ebből a 7 mérkőzésből 5-ször fogunk idegenbe utazni. Tehát 5 olyan idegenbeli mérkőzés vár a csapatra, ami én azt gondolom, hogy tényleg egy ilyen kiesési rangadó lesz mindegytől egyig. A keretben is több változás történt a téli szünetben. Erdő Zoltán visszatért Debrecenből, a szintén nyíregyházi nevelésű fiatal kézilabdás Fábián Vince pedig a Nemzeti Kézilabda Akadémiától jött vissza. Szerződtette a csapat Ózdról Lestál Martint, illetve Nyitrai Jánost. Érdekesség, hogy az első hazai mérkőzésen ők épp volt csapatuk ellen léphetnek majd pályára a bajnokságban. Előtte azonban Debrecenben játszik az NKC. A bajnokság február 15-én kezdődik, előtte több felkészülési mérkőzés is játszik a Nyíregyháza, főként határon túli együttesek ellen.